Aki megítéli a testvérét, az hibát követel, mert őt is megítélik. Isten az egyetlen bíró, és akit megítélnek, az mindig számíthat Jézusra, mint első védelmezőjére és a Szent Lélekre, jelentette ki Ferenc pápa a Szent Márta házban bemutatott Szent Miséjén június 23-án. Aki ítélkezik, erővel foglal el egy olyan helyet, amely nem őt illeti meg, ami nem az övé, folytatta beszédét a pápa. Hozzátette, az ilyen ember, aki Isten helyébe lép, az valójában gőgös, öntelt, és ezért vereséget szenved. Azzal a mértékkel ítélik majd meg, amivel ő maga mért. Mint a Szent Atya fogalmazott, Jézus sohasem vádol, hanem védelmez, és csak az út végén ítél. Aki ítélkezik, az Evilák fejedelmének az utánzója, aki mindig az emberek mögött jár, hogy bevádolja őket az Atya előtt. Az Úr adjon erőt, hogy követhessük a közben járó, a védelmező, az ügyvéd Jézust, akit úgy követhetünk, ha nem vádaskodunk, zárta szentbeszédét Ferenc pápa. Köszönjük